Köszöntök mindenkit, sziasztok! A medárdi csapadékos hét lassan a végéhez közeledik, már csak vasárnap kell több helyen zátorokra, illetve zivatarokra számítani, azonban már a felhőszakadás is egyre kevésbé lesz jellemző kísérő jelenség. A jövő hét elejére gyökeresen megváltozik időjárásunk, erről is szólok hamarosan. Mindenek előtt nézzük meg a nagy térségi helyzetet, továbbra is a Kárpát-medencét nedves, meleg, labilis levegő tölti ki. Azonban a tőlünk északra lévő anticiklon peremén feltűnik, hogy észak-kelet felől egyre jobban megközelíti hazánkat a kissé hűvösebb, stabilabb, szárazabb levegő. Ennek hatására majd a jövő hét elejére megváltozik időjárásunk jellege. Az előttünk álló éjszaka azonban még hasonlóan fog kinézni, mint az előzőek. A záporoknak, illetve az zivataroknak a számossága valamelyest csökken, sőt a gomoly felhőzet is elkezd majd csökkenni az ország nagyobb részén. Azonban a középső tájakon és a Dunántúlon továbbra is előfordulhatnak még az éjszaka második felében is záporok, illetve zivatarok. Ennek köszönhetően pedig még a felhőzet is megmarad, főként ezeken a részeken. Valamint pára, illetve ködfoltok is kialakulhatnak helyenként. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között változik. Napközben aztán több-kevesebb napsütés mellett erőteljessé válik ismét a gomoly felhőképződés, és sokfelé alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok, azonban a felhőszakadás már nem lesz annyira jellemző kísérő jelenség, főként az Alföldön annak is inkább a déli részein fordulhatnak elő felhőszakadással kísért záporok, illetve zivatarok, valamint az zivatarokat akár viharos széllökés is kísérheti. A legmelegebb órákban általában 22 és 28 fok között alakul a csúcsérték. Aztán estétől majd jellegében változik az időjárásunk, ugyanis észak-kelet felől megérkezik a szárazabb levegő, ennek hatására a csapadék hajlan, valamint a felhőzet is egyre nagyobb területen elkezd csökkenni, és az záporok, zivatarok egyre inkább visszaszorulnak a déli-délnyugati határvidékre. Még a szélről érdemes néhány szót beszélni, ugyanis észak-kelet felül egyre nagyobb területen elkezd majd megerősödni az észak-keleti szél, főként az északi középhegység tágabb térségében, valamint az észak-alföldön már lehetnek erős lökések is napközben. Ami pedig a folytatást illeti, ahogy említettem is, jövő hét elejére lényegesen változik időjárásunk, ugyanis nem kell már számítani csapadékra, vagy legfeljebb elvétve, és a hőmérséklet is visszaesik néhány fokkal. A sok évi átlag alatt fognak alakulni a csúcsértékek, és általában mérsékelten meleg idő várható sok napsütéssel. Majd inkább a jövő hét közepétől, illetve második felében fog ismételten növekedni a csapadékhajlam, valamint a hőmérséklet is napról napra emelkedik 1-2 fokkal. Én ezzel szeretném is megköszönni a figyelmeteket, és további szép hétvégét kívánok. Sziasztok!